Tihanyban vagyunk, a belső tónál. Úgy gondoltuk, hogy ide szervezünk egy rendezvényt a Varázslatos Magyarországgal. Muszáj néhány szót szólni a magyarországi természetvédelemről, mert attól még, hogy valaki természetfotós, nem biztos, hogy ezekkel az alapokkal, nagyon az alapokkal tisztában van. Hát szerintem az egyik legváltozatosabb tájegysége az országnak a Balatonfelvidék, természetfotós szempontból is. Csabiékkal kitaláltuk azt, hogy mi lenne, hogyha lenne egy ilyen napunk, amikor kihoznának sok-sok gyártónak a termékét, és lehetőséget adnának arra, hogy a természetfotósok ezeket kipróbálhassák. Azért esett a helyszín ide a belső tóhoz Tihanyba, mert itt él egy olyan ürge populáció, ami nagyon aktív órákon keresztül, és nagyon nagy területen helyezkednek el, és a Nemzeti Park Igazgatóság nagyon nagy segítségünkre volt abban, hogy a helyszínt biztosította. Hát őszintén nem, soha életemben nem fotóztam még ürgét, és nem is láttam közelről, és ez vonzott, hogy végre kipróbáljam, hogy lesz olyan, aki már fotózott, elmondja, hogy hogy csinálja, mi a legjobb technika erre. Azt gondolom, hogy az a réteg, aki a természetfotózást ilyen szinten űzi, az nagyon-nagyon figyel a természetvédelemre. Nekünk ebben nagyon könnyű közreműködni velük, hogy egy ilyen rendezvénynél ez egy ilyen elsődleges szempont legyen. Szerintem fontos az, hogy élőben lássuk egymást, és ne csak az online felületeken beszélgessünk. Szerintem jó néha azt a face-to-face kontaktot megteremteni, amire most itt ma lehetőség volt. Hát én azt gondolom, hogy a természetvédelem nagyon sokat tud profitálni a természetfotózásból, és nyilván fordítva is. És azt gondolom, hogy a természetvédelem, tehát maga a természetfotózás az egyben természetvédelem is. Tehát én nem tudom elképzelni azt, hogy egy természetfotós nem természetvédő lenne. Ha valaki ezt komolyan csinálja, akkor ez egy életformává válik, aminek abszolút része a természetvédelem.